Ezzel a gépjárműveket szoktak kinyitni. Megfogod, hogy milyen nehéz? Kapaszkodj bele. Ugye? Jó erős fiatal emberek vannak itt. Azért a leányzók se gyengék. A feszítővágó berendezést mutatja ez a dombóvári tűzoltó, de a tömlőgurítást is kipróbálhatták a gyerekek, és az autóba is beülhettek, ugyanis gyerektábort szervezett a dombóvári önkormányzat Gunarasban általános iskolásoknak. Ahol minden délelőtt tematikus foglalkozások voltak, ilyenkor a város civil szervezetei, sportegyesületei is aktívan részt vettek a programokon. A dombóvári önkormányzat diák üdülőjében vagyunk, és egy bizonyos idő eltelte óta, hogy a pandémia és egyéb helyzetek miatt újra gyerektábort szerveztünk ide. Ez egyelőre napközis tábor, tehát 8-16 óráig tartózkodnak itt a gyerekek. A város valamennyi általános iskolájából jöhettek. A korosztályi megkötés annyi volt, hogy 6-14 éves korig vehetnek részt a táborban, de a mi csoportunk úgy alakult spontán, hogy 6 és 10 év közötti kisgyerekek vannak velünk. 13 kisgyerek van itt, 4 iskolából, és hát nagyon kellemes élmény volt az, hogy az első napon, annak ellenére, hogy 4 iskolából, 4 év folyamról szerveződtek, nagyon jó kis csapattá váltak. Voltunk már a karatesuli, a boxiskola foglalkozásán, kézműves foglalkozás volt, amit a Városi Könyvtár szervezett. Ma jöttek a tűzoltók, tehát a tűzoltó autót próbálhatták, kinézhették meg a gyerekek, és még a rendőrségtől fognak ma érkezni, és egy újabb programot biztosítanak a gyerekeknek. És ebéd után, egy rövid csendes pihenő után szoktuk a strand szolgáltatásait igénybe venni. 112, és egy operátor segítségével, aki ugye fölveszi a telefont nekünk, ő segít nekünk. Ugye hazánkban két helyre mennek be a hívások, hogyha fölhívjuk a 112-t. Miskolcra és Szombathelyre is. Ugye 112-t akkor szoktuk általában fölhívni, hogyha valami baj van. A rendőrség többek között egy ismeretterjesztő interaktív előadással készült a táborozóknak, akik egytől egyig rendkívül élveztek minden programot. Hát nagyon jó a tábor, tetszik. Itt voltak a tűzoltók, megmutatták a szerszámaikat. Első napon kézműveskedtünk, ilyen könnyjelzőket, lehetett ilyen kutyust, meg macskát. Elmentünk így medencézni minden nap, ma is elfogunk. Pintér Szilárd dombóvár polgármestere azt mondja, érzékelték, hogy nagyrészt a pandémiának köszönhetően szinte elfogyott a szülők szabadsága. Annak nagyon örültem, hogy a tábor sikerült úgy megszerveznünk, hogy dombóvári pedagógusok jelentkeztek felügyeletre. 10 gyerekenként egy pedagógust tudunk hozzájuk kapcsolni, illetve 10 gyerekenként egy-egy diákmunkás is előkerül. Most már az első hétnek a vége felé járunk, nagyon jók a tapasztalatok, mind a szülők, mind a gyerekek részéről. Próbáltuk ezt a tábort úgy alakítani, hogy tematikus napokat szerveztünk. Ebbe szeretném megköszönni a katasztrófvédelem, a rendőrség és egyéb civil szervezetek, kutyásoknak az aktív részvételét. Remélem, hogy hétről hétre megtöltődik a tábor, és hiszen menne, hogy a szülőknek ezáltal az önkormányzat nagyon sokat tud segíteni. Sajnos egész nyáron ezt nem tudjuk végigvinni, de remélem, hogy augusztusra az a szülőknek is maradt annyi szabadságuk, azon túlmenő, hogy elmennek talán még nyaralni is, meg tudják oldani a gyerkőcöknek a felügyeletét. Tavaly szerettük volna ezt elkezdeni, sajnos tavaly a szervezés már romokba dőlt, hiszen a pandémia ezt nem engedte. Nyilván szeretnénk ezt tovább folytatni és ebből hagyományt teremteni, hiszen a Balatonfenyvesi táborban azért szervezett formában mennek a gyerekek alapvetően iskolák szervezésébe, de ez a tábor továbbra is azt hiszem, hogy az önkormányzat kezelésében marad, és mi is szeretnénk üzemeltetni, és folyamatosan szeretnénk ezt a napközis tábor lehetőséget biztosítani a gyerekek és a szülők számára.